Sziasztok! A mostani videóban megismerkedünk az illesztés és a háromdimenziós illesztés parancsok működésével. Ezeknek a segítségével különféle térbeli objektumokat tudunk egy sík mentén összeilleszteni. Hogy miről is szól ez az utasítás, nézzük meg pár példán keresztül. Legyen az első példánk az, hogy ezt a tégla testet szeretnénk mondjuk ehhez a téglatesthez illeszteni úgy, hogy ez a sík illeszkedjen ehhez a síkhoz. Ehhez először is jelöljük ki ezt a ciánkék téglatestet, menjünk a módosítás, 3D műveletek ö, csoportra, és válasszuk ki az illesztés parancsot. Ezután meg kell adnunk a forráspontokat. Azt mondom, hogy ő legyen itt, ő pedig itt. Látható, hogy ugye összekötti az adott pontokat, végül pedig ő legyen itt. És ahogyan elképzeltük, a két objektumot egymáshoz illesztette. Jó? Tehát nagyon tömören röviden meg kell adnunk. Egy síkot, ami mentén, ugye egy síkot három pont mindig egyértelműen meghatároz, ami mentén összeilleszti az objektumokat. Az utasítás. Oké. Nézzük meg újra ezt az utasítást, de úgy, hogy ne a testben legyen ez az oldal, hanem kifele álljon ehhez a síkhoz képest. Kiadjuk újra az illesztés parancsot, i, l a rövidítése, enter, és most megpróbáljuk az alsó felező pontokat összekötni. Jó. És szépen látható, hogy most ugyanúgy, ugyanazon a sík mentén vannak összeilleszve, csak most a ciánkén téglatest nincs a sárga téglatestben, hanem kifele, ugye nem befele el a síkot, hanem Kifele, de igazán, Dibor, itt arról van szó, hogy az előbbi példánkban ugye a téglatesnek a felső oldalát adtuk meg, mint sík, míg a mostani példánkban a téglatesrűnek az alsó síkját adtuk meg, és ezeket ö, próbálta egymáshoz illeszteni. Jó, menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha nem három pontot adunk meg, hanem csak egyet vagy kettőt. Megint kijelöljük az objektumot, illesztés parancs kiad, és azt mondjuk, hogy ezt a felező pontot illeszd össze ezzel a sarokponttal. Ugye ez egy pont, üssünk egy entert. Mi történik? Látszik, hogy megpróbálja őket egymáshoz illeszteni, de az, hogy milyen helyzetű a test, azt nem mindig lehet azért ebből előre látni. Jelöljük ki megint, i-l, és most mondjuk neki azt, hogy ezt az élet ezzel a felezőponttal, ezt az élet pedig ezzel a felezőponttal illeszed össze, kettő pont van. Megadva mindkét testnél össze vannak kötve, ütünk egy entert, megkérdezi, hogy léptékezze a testeket egymáshoz, nem, és beforgatta. Lefutott az illesztés parancs. Jó? Tehát röviden az illesztés az erről szól, van ennek egy párja, a 3D illeszt, ehhez a, használjuk a meglévő hengereket, mondjuk ezt a zöld hengert, próbáljuk ehhez a sárga téglatesthez, vagy ez a ciánkékhez illeszteni, majd még kitaláljuk, kiadjuk azt a parancsot, hogy 3D illeszt, meg kell adni a bázispontot, legyen most ugye a hengerünk felső síkjának a középpontja, és ezután üssünk egy entert, el tudjuk mozgatni a testet, és szépen, ahogy mutatjuk a mutatónkkal a adott téglatestnek a síkjait, ahhoz próbálja automatikusan a felületeket illeszteni. Jó. Ez talán jobban látszik a téglatest esetében. Jó. legyen most ez a pont, az illesztési pontunk, vagy ez a sarokpont itt alul, tehát ez a sík és ez a sarokpont, ezután meg lehet adni az elforgatást, meg hogy melyik irányba tegye, és szépen összeillesztette. Jó, nézzük meg még egyszer, talán ez egy szemléletesebb példa lesz, tehát 3D illeszt, kijelöl Enter, Illesszük ezt a sarokpontot, Enter, el lehet mozdítani, ugye már a objektumot adott síkokhoz próbálja illeszteni. Tehát tegyük ez a sárga ö, a téglatesthez, mondjuk így, ezután jön a forgatás, ugye ez itt most már kicsit szemléletesebb, legyen így, és ezután pedig az irány. Jó. Oké. Okay. Tehát nagyon röviden, ez lenne az illesztés, nyilván ezek ilyen bemelegítő példák, majd amikor összetettebb testeket próbálunk modellezni valós élethelyzetben lehet igazándiból látni ezeknek a funkcióknak a jelentőségét. Köszönöm szépen, hogy most is velem voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!